Unyorogva néztük, hogy a befektetői világ mennyei kapuja kinyílt, elárasztotta fényjel a stúdiót, egy hétköznapi ember lépett be, nem hétköznapi tudással. Sólyomi Dávid a vendégünk a mai adásban. Kezdünk. Bármilyen kijelentés, információ a beszélgető felek személyes véleményét tükrözi, ami nem minősül ajánlatnak és befektetési tanácsnak. Így nem alkalmas befektetési döntés meghozatalára. Pénzbeszél podcast, Sólyomi Dávid, Horváth Attila, Magyar Zoltán Indu House különleges alkalom ez, hiszen megint egy vendéget hívtunk meg. Attila, mi az oka, hogy a Dávid meghívásra került? Egy körbenézzünk ma a magyar befektetői filmfluencereknek így a palettáján, akkor körülbelül azt lehet látni, hogy tényleg az igazán népszerű szereplők, azok vagy egy banknak, vagy egy alapkezelőnek alkalmazásában vannak, vagy éppen privátbankárok, tehát mindenki valamilyen pénzintézethez kapcsolódik, vagy pedig ő sok pénzt elkölt arra, hogy óriási megjelenései legyenek. Ezért ezek közül csak egyetlen egy kivétel van, Solyomi Dávid, aki valamilyen bra, eseményeknek a folyamán, de hogy ő kizárólag csak a tudása, illetve az üzenete alapján került ki a név által, a közönség által kiemelésre. És ez szerintem ez azért egy nagyon érdekes dolog, hogy megismerjük az ő gondolkodását, akkor egy kicsit meg tudjuk érteni azt is, hogy hogyan gondolkodik egy profi befektető, és a mi hallgatóink számára, akik alapvetően inkább amatőrök. Szerintem kifejezetten hasznos azt látni, hogy ehhez képes, mondjuk hogyan gondolkodhat egy profi. Szóval, hogyha megengedett Dávid, akkor elmondom az önéletrajzodat, amit nem olyan rég az internet segítségével állítottam össze, és akkor kíváncsi vagyok erről a véleményedre, meg aztán ugye kérdezni is fogunk, úgyhogy tied lesz a szó innentől kezdve. Dávid 1982-ben született, mondom ezt mindazoknak, akik egyébként még nem ismernék, jelenleg 42 éves. Édesanyja óvó nőként dolgozott, ami a szülői képességek terén varázslatos, de a bevételek szintjén kevésbé előnyös foglalkozás így öcsével már hamar megtapasztalták, milyen szűkösen élni. Szülei elváltak, majd idővel édesapja sikeres vállalkozóvá vált, annak minden velejárójával. Sok pénz, rengeteg munka, kevés mosoly. Dávid állítása szerint ekkor döntött el, hogy sok pénzt szeretne keresni, de leginkább azért, hogy később ne kelljen dolgoznia, hanem megéljen a vagyon hozamaiból. A gimnázium után közgazdasági egyetemre ment, remélve, hogy ott biztosan a pénzről is annak hatékony kezeléséről lesz szó, ám ebben csalódnia kellett, időközben bekerült a Portfolio.hu részvényelemző csapatába, ahol elkezdett végre ismereteket szerezni a pénzről és a befektetések világáról. Vállalkozóként magyar és amerikai cégek alapításában is részt vett, azonban elmondása szerint hiába keresett kiemelkedően a pénzét nem tudta jól befektetni, és azt passzív módon termelőre fordítani. Kalandos évek következtek, a hazai befektetési piac minden szegmensét kipróbálta, saját bevallása szerint volt élő befektetése, valamint egy online pilóta játék áldozata is lett, így örök életre szóló leckék kapott arról, hogy a befektetések világában vannak fenntartható és fenntarthatatlan magatartás formák. 30 éves korára több száz befektetési szakkönyv elolvasása után megtalálta a bombabiztos, rendszeres bevételt biztosító, 30-40 minőségi vállalatból álló osztalékportfólió módszerét. Állítása szerint megértette, hogy amennyiben ő ezzel a tudással korábban rendelkezik, rengeteg időt megsporolhatott volna, az anyagi függetlenség felé vezető úton ezért úgy döntött, hogy tudását megosztja másokkal is, 33 évesen lett elméletileg nyugdíjas, de csak egy nagyon rövid ideig tartó karrier volt ez. 2014-től blogol, publikusan az osztalékportfólió.com weboldalon. 2015-ben írta meg a Hazai Befektetési Irodalom egyik legsikeresebb könyvét, osztalékból szabadon címmel. A könyv sikere magával hozta Dávid tudása iránti megnövekedett keresletet is. Egyébként ott a könyv, de az még a, a legújabb mögötti. Miközben lankadatlanul tovább magát, oktatóanyagok értékesítésével foglalkozott előfizetői közösség építésébe is fogott. Elsőként 2017-ben a Falcon Method döntést támogató információszolgáltatást indított el, mely módszertanról angol nyelven is könyvet adott ki. A Falcon Method 30 országból kb. 1200-an olvassák, 2019-ben megírta az egy Iron Man vallomásai című könyvet, amelyben személyes sportélményeire és kitartására fókuszál, bemutatva, hogyan találkozott saját határaival a hosszú távú triatlon versenyek során. 2021-ben Gombis Mátéval és Csige Péterrel közösen megalapították az Intelligens befektetők Klubját, ami befektetőknek szóló edukációs platform, 2024-ben pedig megjelent az eddigi legnagyobb terjedelmű műve túl az osztalékon címmel, és hát jelenleg pedig építül a stúdióban, és kialakult benne egy véleménye felolvasottakkal kapcsolatban. Mik ezek? Köszönöm szépen mindenek előtt a meghívást. Olyan sok mindent elmondtál, hogy így nem is szeretnék soronként hozzászólni, inkább csak így a legutolsó üzenetet ütném le, hogy nem célom, hogy egy ennél is terjedelmesebb művel rukkoljak elő mondjuk még tíz év múlva, szóval nem ez volt a, a koncepció. Egyébként nagyjából minden megállta a helyét, amit mondtál, úgyhogy köszönöm, hogy itt lehetek, meg hát kíváncsian várom a kérdéseket, hogy mire vagytok kíváncsiak, meg szerintetek a ti közönségeteknek mik lehetnek azok a gondolatok, amik általam esetleg segíthetnek, vagy, vagy beakadhatnak, nézzük meg. Oké, okay, Attila, szerintem most nálad vannak a kérdések. Okay, általában, amikor hozzánk érkezik egy egy ügyfél, egy befektető vagy egy befektető előtt, akkor igyekszünk kérdéseket föltenni, és ezen keresztül megérteni azt, hogy ő hogyan gondolkodik, mi a viszonya a pénzhez, befektetésekhez és az ehhez kapcsolódó részletekhez. Engedd meg, hogy egy pár kérdéssel így megpróbáljak én is így körbelőni azt a te viszonyodat így a befektetésekhez, illetve a pénzhez. Kezdjük szerintem onnan, hogy az a tapasztalat, hogy amikor, amikor egy kis befektető szeretne befektetni, akkor az egyik első dolog, amit ő kinéz, az, hogy mennyi hozamot szeretne elérni. És akkor ő megfogalmazza magában, hogy a következő egy évben, tíz évbe, valamennyiben szeretném nem tudom, 5-10-20 valahány százalékot elérni, és akkor igazából sokszor, sokan innen haladnak majd visszafele. Hogy én értelemben van-e neked bármilyen nemű hozam elvárásod, vagy hozam kitűzésed a befektetéseknél? A konkrét számot vársz tőlem, akkor azt mondanám, hogy abban a szegmensben, amire én fókuszálok, ez ugye a részvénybefektetés, és ott is egy válogatott részvényeknek a csoportja, erre majd talán fogunk térni a későbbiekben. Ezen a szegmensen belül én, én dollárban mérve egy ilyen 8 és 12 százalék közötti évesített hozamot tartok. Reálisan megcélozhatónak ez nem azt jelenti, hogy éves szinten ennyit mindenki el fog érni. A portfólióm részvényszeletével nagyjából ilyesmit célzok, nem sírom el magam, hogyha jön egy 5%-os év, vagy egy 0%-os év, túl kompenzálja általában egy pluszos. Tehát ha számot kell mondani, akkor ilyet mondanék a részvény allokáció részre, kötvényem pedig szerintem kb. 42 éves korom előtt nem is nagyon volt, úgyhogy gyakorlatilag összportfólió szinten ilyesmit céloztam meg de nálam ezek nem ilyen kőbevésett számok voltak, hogy rosszul aludtam, hogyha ez a matek nem jött ki, és még egy fontos, hogy amúgy összességében én az infláció fölötti részét tartom indokoltnak követni a hozamnak, tehát az tök szép, hogy csinálsz egy 15%-os hozamot, de a 12 volt az infláció, akkor maradjunk annyiból, hogy mennyi a reál hozam részed, és um, itt abból indulok ki, hogy ugye látjuk a historikus adatokat, hogy részvényekkel milyen reál hozamot volt szokás eddig elérni, és előretekintően meg megpróbálunk megfogalmazni valamit, hogy mi lehet a reális kb. innentől. Azt mondtad, hogy részvénybefektető vagy. Legtöbb magyar embernek, amikor meghallja a részvény szót, akkor ugye a tőzsdézés jut az eszébe. A tőzsdézés az még szerintem Magyarországon azért még sokaknak a szemében mindig egy ilyen pejoratív jelző, mert egyszerűen tényleg az elmúlt 30 évben annyi broker, bankcsőd volt, annyi piramisjáték tarolta le itt az embereknek a megtakarításait, hogy ezért nagyon sokakban hagyott ez egy ilyen kellemetlen becsípődést. Hogyha ezt kockázati oldalról nézzük, akkor te, te mennyire tartott kockázatosnak a részvénybefektetést, illetve neked ez így kockázati szinten mi a viszonyod? A tőzsdézés, mint szó, azt szerintem a legtöbb embernek azt jelenti, hogy így adunk, veszünk, ülünk a monitor előtt, és reméljük, hogy majd drágábban el tudjuk adni gyorsan, mint ahol vettük. Én ilyet nem csinálok. Én tőzsdén valódi vállalatokba fektetek be. Most mondok egy példát, mondjuk egy Microsoftba, vagy egy Amazonba. És hosszú távon szeretnék ezeknek a cégeknek a tulajdonosa lenni, mert azt gondolom, hogy ők nagyon bőven infláció fölötti hozammal fektetnek be, forgatják vissza a megtermelt nyereségüket, és ezáltal gazdagítják a részvényeseiket. A kockázat, mint szó, az nagyon érdekes, hogy kinek mit jelent. Számomra az igazából a tartós tőkevesztésnek a valószínűségét jelenti, és nem pedig azt, hogy ingadozik egy befektetésnek az aktuális piaci értéke egyik napról a másikra. Engem egyáltalán nem érdekel, hogy. A portfólióm aktuális tőkeértéke ma mennyi a tegnapihoz képest, nem is nézem egyébként napi meg heti szinten se. Engem az érdekel, hogy nyugodtan alszom-e azzal, ahol a pénzem van, hogy milyen valószínűséget látok tartós tőkevesztésre. És miután elsősorban minőségi vállalatok részvényeibe tartom a pénzem, azt gondolom, hogy gazdasági ciklusokon átívelően elég jó valószínűségek mentén fektettem be, Tehát Elég jó a valószínűsége annak, hogy infláció fölötti hozamokat tudok elérni, dollárban mérek egyébként mindent. Nem tudom, hogy válaszoltam-e, nem tartom kockázatosnak azt az irányt, amit én követek, annak ellenére, hogy a portfólióm tőkeértéke az igen ingadozik, mert részfényben van. Nem tőzsdézek a szó olyan értelmében, hogy én naponta nézegetném az árfolyamokat és adnék-vennék. Az nem én vagyok. A másik ilyen kulcs a paraméter egy befektetésnél, amit azért nagyon sokan meg szoktak határozni, mi legalábbis, azt tapasztaljuk, hogy amivel a leg, legtöbb, vagy leggyakrabban veszítenek az emberek pénzt, az, hogy mondjuk az ajánlat időtávon belül megszakítják a befektetést. Ez ugye mondjuk egy részvénybefektetésnél utána vannak hivatalos ajánlások, hogyha valaki, ez ugye 9 plusz szép, hogyha valaki ezeket egy befektetés a tanácsadásom keretében vásárol, ugye ennek, ennek van most már egy ilyen szabályozott kerete. És hát az a tapasztalat, hogy akkor szoktak azért az emberek tényleg Jelentős összegeket, meg, meg gyakran is veszíteni, hogyha ezeket így nem tartják tiszteletbe. Hogy ilyen értelemben neked neked van-e egyáltalán meghatározva időtávod a befektetésre, vagy ez nyitva van, hagyva van állad? Több gondolatom van erre, de kértetek, hogy próbáljak az első kérdésekre röviden válaszolni. Egyrészt, ha megveszel egy részvényt, szerintem két-három éves kifutást kell adni annak, hogy a, a céges fundamentális amiben befektettél, azzal kapcsolatban kb. igazad van-e. Két-három éven belül csak akkor adok el valamit, ha látványosan tévedtem abszolút van ilyen, tehát előfordul. Ön, olyan értelemben pedig a befektetési időtávom az nemhogy évtizedes, hanem több évtizedes, vagy majdnem végtelen, hogy én nem teszek olyan pénzt részvénybe, amire belátható időn belül szükségem lehet. Tehát én nem vagyok az, aki mondjuk öt év múlva tervez venni egy még nagyobb házat, és úgy van vele, hogy akkor azt öt évig még megpörgetem, meg majd valami lesz részvénypiacon. Én, én úgy gondolom, hogy az olyan pénz, amire szükséged lesz belátható időn belül, annak nincs helye olyan instrumentum olyan helyen, ahol, ahol, annak az értéke durván ingadozni tud, még akkor se, hogyha tudod, hogy mit csinálsz vele. Úgyhogy az én befektetési időtávom az körülbelül végtelen. Ezzel nem feltétlen vagyok szimpatikus, meg nagyon kilógok a sorból, mert ha megnézzük azt, hogy az átlagos részvénytartási idő az mennyi ma mondjuk az amerikai piacon, az néhány hónap, és nekem amúgy ez adja a lehetőségemet. Tehát azok az emberek, akik néhány hónapos, néhány hetes távon próbálnak valamit kezdeni egy részvényel, azok eladják az Amazont mondjuk akkor, amikor az elmúlt évihez képest mondjuk rosszabb eredményt tud produkálni azért, mert túlkapacitás növelt a Covid-ban, én pedig azt mondom, hogy abban a túlkapacitásban, mögöttes rendek miatt majd belenő, és nagyon köszönöm, hogy eladjátok nekem rövid távú szemlélettel, mert én hosszú távra beleülök abba a részvénybe. Bocs, ha megint nem csak arra válaszoltam, de szerintem azért benne volt a válasz, remélhetőleg. Abszolút. És hogyha ugye de mondjuk az, a, az az időtáv, hogy végtelen, akkor akkor ebből adódik egy másik kérdés, és hogy mi a célja a befektetésnek? Van-e van -e egy ilyen célod megfogalmazva vele? Ezt úgy érted, hogy mikor fogom felhasználni azt, amit a befektetés által termeltem? Vagy... Hát lehet, ugye az a tapasztalatom, hogy valaki azt, azt, azt határozza meg célnak, hogy ezt majd szeretné felhasználni, ugye valaki egy autót, vagy -e, vesz egy házat, nyugdíjas éveibe szeretné elkölteni, de van olyan is, aki azt mondja, hogy ő nem elköveteni akarja ezt a pénzt, hanem mondjuk ennek a hozamaiból szeretne valamit, vagy valaki azt mondja, hogy mondjuk biztonsági tartalékot szeretne létrehozni az ő életében. Neked van-e ilyen megfogalmazva, hogy, hogy miért fektetsz be, mi a célja ennek? Korábban az volt megfogalmazva, hogy a részvényportfólióm által termelt osztalékokból, a nettó osztalékokból én szeretnék tudni megélni, ez működött is ez az irányzat, mondjuk így az USA-Magyar Kettős Adóztatási Egyezménynek a felmondása az nem jó irányba terelte a dolgokat nyilván, és az én portfólióm is részben emiatt is átstruktúrálásra került. Ma nincsen ilyen deklarált célom, de tudom azt, hogy az a matek nagyon bőven kijön, hogy a jelenlegi befektetett vagyontömegemnek, ha éves szinten csak a reális, reálhozam százalékát költeném el, akkor is nagyon bőven meg lennék életem végéig, és akkor még nem a David zero koncepcióról beszéltünk, hogy bedobjak itt egy könyvet is gyorsan, haj meg nullával, azt hiszem ilyen címen jelent meg magyarul. Tehát akkor még nem arról beszélünk, hogy én a hátralévő X évem alatt, ezt ugye egyedül odafön tudják, hogy mennyi az X, de hogy az alatt a tőkémnek is mekkora részét élhetném fel. Tehát minden szinten kijön a matek úgymond az én életemben, de nincsen ilyen deklarált célom, hogy én öt éven belül egy nagy autót akarok, aztán tíz éven belül egy kastélyt, meg egy helikoptert, hogy mikor mennyi pénzt akarok onnan kivenni, ez így nincs előre meg. A lehetőségei nyilván megvannak, és azt még gyorsan tegyük ide hozzá, hogy én nem vagyok nyugdíjas a szónak olyan szoros értelmében, hogy ne csinálnék semmit ma az életemben, Nekem vannak aktívan működő vállalkozásaim, ebből nyilván származik jövedelmem is, és alapvetően ezekből az aktív jövedelem részekből is meg tudok, meg tudnék ma élni. Tehát technikailag nem kell hozzá nyúkálnom a befektetési portfóliómhoz heti havi szinten azért, hogy nem tudom, el tudjak menni a boltba vásárolni. A befektetésed az igazából lehetőségeket ad arra, hogy költsél, azt el tudod dönteni azt, hogy, hogy mit szeretnél ezzel kezdeni, vagy elköltöd, vagy nem költöd el, minél több van, annál több dologra lehet az embernek elkölteni. Meg lehet egyébként fogalmazni, mint egyfajta ilyen cél, hogy azért fektesz be, hogy a saját lehetőségeidet bővítsed ki, és hogy egyáltalán megadjad magadnak azt, hogy, hogy tudjál választani. Aztán persze jó eséllyel ebből szerényen fogsz választani, de az, az egyfajta egy szabadságot ad az embernek, hogy, hogy tágak a lehetőségei? Az egyik kedvenc szavam az opcionalitás, olvastam is egy ilyen című könyvet. Vagyonom vagy anyagi lehetőségeim által teremtett opcionalitást nagyon szeretem. Ezt így nagyon élem, hogy nem kell napi szinten minden témában azt megnézni, hogy mi három forinttal olcsóbb, hanem gondolkodhatok azon végre, hogy mit szeretnék, mit tenne hozzá az életemhez, mit szeretnék úgy megvalósítani, hogy esetleg mások életéhez is hozzátenne, tehát olyan projektekben is gondolkodom, amik mondjuk gazdaságilag nem feltétlenül pluszosak, de szerintem hasznosak, értékesek. Nekem ez a fajta lehetőség halmazt adja meg az, hogy mondjuk ma már nem egyik napról a másikra élek, mint ahogy utaltál rá a bemutatásban, hogy óvónő édesanyám, lehetett tudni, hogy harmadikán jön a fizetés, úgyhogy mondjuk nem tudom, tizenvalanyadikán már jó lenne, ha nem lennének nagy kívánságaim, mert a választ ismertem előre. Tehát nekem ezt, ezt adja a, a, vagyon, és nem azt, hogy, hogy nem tudom, milyen fényűző dolgokat vehetek magamnak, tizenéves autóval járok, tehát igazából nem, nem azért, mert ne tehetnék mást, hanem mert pont oké, a mai életvitelemhez pont passzol, majd ha úgy alakul, hogy sokat kell autóba ülnöm, akkor én a szelektív luxus híve vagyok, ami Fontos az életemben arra költök, és ott megveszem a legjobb dolgokat, ilyen a nem tudom, irodaszékem, olvasószékem, stb. Azt, ha megkérdezitek, sem mondom meg, hogy mennyi év vettem őket, mert azok fontosak nekem, sok időt töltök bennük, és azon nem akartam spórolni. Az autóm nem fontos nekem, mert kutyát viszek benne, megfutni járok vele, meg bevásárolni, és nem érdekel, hogy ki mit gondol rólam, hogy milyen autóba ülök. Aki ez alapján alkot véleményt, az igazából az én értékrendemtől kicsit távol áll. egyébként egyetértek, és én láttam, hogy milyen székben ülsz, én is ugyanolyan széket használok otthon. <laughs> Szerintem, aki sokat ül, az annak kifejezetten érdemes az ilyen dolgokba befektetni. Mert ha nem is pénzügyi oldalról, de más oldalon az életminőségben, ez nagyon jelentősen hozzá fog tudni járulni. Oké, okay. ha megnézzük a KSH-nak az adatait, akkor azt lehet látni, hogy ma Magyarországon a magyar befektetők, akik részvényt vesznek, azok túlnyomó rész, nagyon, most értem nem tudnám idézni, de, de nagyon nagy arányban, több mint kétharmad, de az is lehet, hogy 80 os arányban magyar részvényt vesznek. Amikor megnézem a te elemzéseidet, akkor ott nem látom az OTP-t, a Richtert, a forage hogy, 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 nem magyar piac, és mérkülföld. Nem vagyunk egyediek ilyen szempontból, szerintem ez nem hungarikum, van ez a home country bias nevű gondolkodási torzítás, majd valahogy lefordítjátok, ha gondoljátok, de az a lényeg, hogy mindenki a saját országában keresgél elsősorban, amikor befektetési rend néz. Hát lehet, hogy szentségtörés, amit mondok, de a világ legjobb cégei nem Magyarországon működnek. Alapvetően egy amerikai piacon jóval mélyebb a amerítés, és jóval komolyabb minőségi növekedési részvényeket lehet ott találni, de amíg osztalékos irányba keresgél, ott is igaz volt az, hogy jóval stabilabb, kiszámíthatóbb osztalékfizető cégek voltak ott elérhetők. Én a magyar részvénypiacsal azóta nem foglalkozom, mióta nem vagyok a portfoliohu nál ez most már rengeteg év, ne számoltassátok ki velem. Összességében nem tudok se jót, se rosszat mondani a magyar cégekről, egyszerűen azért, mert nem követem őket elemzői szinten. Nagy részt amerikai részvényeim vannak, de egyébként van jó néhány európai részvényem, és becsúszott a portfóliómba mondjuk két kínai cég is, hosszú távon szerintem azok is rendben lesznek. Tehát nem csak amerikai részvényt veszek, de, de magyar részvényem az jelenleg nincs, és nem is látom bele, hogy rövid középtávon miért kellene ezen változtatnom. Azt említetted, hogy nem nézed ugyanapi szinten az árfolyamokat, de, de híreket, gazdasági híreket, azokat, azokat olvasod napi szinten? Egyáltalán figyelembe veszed a híreket a döntéseidnek a során? Hát a híreket még kevésbé nézem, mint az árfolyamokat, nem akarok mindenkit kiábrándítani. Hát több idézetem is van ide, az egyik az a bafetes, hogy ha dolgozik a cégednél makroközgazdász, akkor biztosan van egy felesleges alkalmazottad. Szóval én nem igazán hiszek abban, hogy makroadatpontok alapján bármit előre lehetne jelezni. Közgázan, amikor jeleztem a tanáraimnak, akkor még most a második hányadik évfolyamon tanítanak makroekonomiát első vagy második, tehát ott nagyon az elején jártam a sztorinak jeleztem nekik, hogy találtam egy problémát a könyvben, már az egyik csávó az az egyik elméletért kapott Nobel-díjat, a másik csávó meg annak a pont ellentmondó elméletért, tehát hogy az egyik makrováltozó erre változik, az egyikük megindokolta, hogy akkor ennek kell történni, a másik meg megindokolt, hogy az ellentétének, és mind a kettő Nobel-díjas. És ennyit mondtak rá a tanáraim, hogy hát ezeket így nem illik észrevenni, mert ez, ez, udvariatlanság ez, ez volt ezt kiemelni, hogy mind a kettő hatalmas közgazdász. Mondtam, hogy jó, csak innentől nekem ez ilyen kérdőjeles tudomány, hogy Igazából bármi történik, nem tudjuk megmondani, hogy akkor mi lesz. És hát ezt láttuk is, gyakorlatilag a pénznyomtatás, meg minden téren, hogy mindenkinek fantasztikus tipjei voltak pénzügytan szempontból, hogy minek kellene történni. Aztán nézegettünk talán tizen évig egy tök más világot, ahol más történt. Nekem a hírek nem jelentenek túl sokat, a vállalati hírek igen, de ott sem vagyok így belezuhanva egy-egy negyed évnyi történetbe, mert ahogy én befektetek, azok tényleg gazdasági ciklusokon átívelő sztorik. Egy-egy negyed év ritkán mondja azt, hogy, hogy nagyon tévedtem a, a céggel kapcsolatban, és van még egy fontos üzenetem, hogy amikor valaki részvényt értékel, vállalatot értékel, akkor az elkövetkező egy-két negyed év, sőt egy-két évnek a, a számai is a vállalatértéknek az egy-két százalékát adják meg. Mondjuk a vállalatérték 80 százalék az az öt éven túli dolgokból származik simán, ehhez képest nekem baromi nagy öröm, amikor pár éves szám alapján össze rángatnak részvényeket, mert hosszú távon érdekes lehetőségek tudnak kialakulni. Ez nem azt jelenti, hogy én exaktan meg tudom mondani, hogy egy részvénynek mennyit kell érnie. Én leginkább azt tudom megmondani, hogy, hogy ki billent esetleg egy adott részvénynek az értékeltsége, a szerintem normális sávból és érdemes rá odafigyelni. De ez a legritkább esetben történik úgy, hogy most jön egy alert hír, és akkor ha arról lemaradtam, mert nem tudom, éppen szapoztam a velencei tavon, ahol lakok, akkor most összedől a karrierem, mert nem tudom, mi történt. Itt hosszabb távú, hosszabb távon fennálló vételi lehetőségek azok, amikre én rá szoktam repülni, azért állnak fenn ezek a lehetőségek, mert a befektetők túlnyomó többségem a néhány hetes, néhány hónapos időtávon gondolkodik, nem úgy, mint én. Ugye a híreknek, hogyha nem a híreket nézzük, hanem mondjuk a, most a választás, amerikai elnökválasztás választás miatt aktuális, uh, ugye megindult egy kamatcsökkentés, ugye egy uh, hírek, hogy ezeket csak követel, vagy ezek, ezek sem hatnak igazából a befektetésedre? Őszintén azért követem, mert tudom, hogy mindenki kérdez tőlem ilyeneket, de egyébként a befektetéseimre hosszú távon nem nagyon hatnak. Ha megnézitek a Nick Majulinak a blogját, a Avdalerzan Data című oldalt, Szerintem minden szempontból érdemes ránézni, mert ő adatmaszírozás alapján volna következtetéseket, tök mindegy a részvénypiac hosszú távú teljesítménye szempontjából, hogy melyik elnök jelölt nyer Amerikában, és hasonló olyan kérdések, amin rövid távon nagyon rugózni szoktunk, meg mindenki aggódik miatta, azok annyira nem számítanak hosszú távon. Amilyen cégekbe én fektetek, azokat hosszú távú ciklusok, a trendek támogatják többnyire, ha nem nézem be a sztorit, onnantól fogva nagyon nehéz egy-egy ilyen eseménynek ö, nagyon kizökkentenie abból a mederből, ami, amiben halad a cég. De ez a meder, ez lehet hepehupás, tehát én nem látom előre a következő néhány negyed évet, nem is érdekel, inkább az idézőjeles végjátékot szeretném látni. Az Amazon azért jó példa, amit már most így teljesen véletlenül behoztam háromszor, amikor beadták azért, mert túlzott kapacitást fejlesztett. Nem volt nehéz szerintem belelátni, hogy de a mögöttes trendek olyanok, hogy abba a ő bele fog nőni, sőt, hülyeség volt beadni ott rövid távon, de ez nem azt jelenti, hogy akik beadták hülyék, és akkor itt behozom a pénzpszichológiája könyvet Morgan Houseltől, aki tök jól leírja ezt, hogy a rövid távon gondolkodóknak teljesen logikus és jogos volt ott beadni az Amazont, és biztos tök jó kerestek rajta ott pár hetes távon, már akik jól eltalálták, én ebben nem vagyok jó, Viszont egy hosszú távon értékelő valaki számára meg ez lehetőséget teremtett, hogy más-más időhorizonton gondolkodik. És ezt lehet, hogy még elmondom egy párszor, de ez a kulcsa az egésznek. És tudom, hogy én vagyok a kihaló félben lévő faj rész azáltal, hogy, hogy engem tényleg nem az érdekel, hogy jövő héten, meg jövő hónapban, meg jövő decemberben mit fog mutatni a portfólióm. Én hosszú távra igyekszem értelmes döntéseket hozni, hibázok, csapatommal együtt is hibázunk jó sokat, túl sokat szerintem, de összességében az eredményeink hosszú távon nagyon rendben vannak. Szem egyébként hogy a legtöbb kis befektető pont itt szokott hibázni, hogy amikor elindítják a befektetésüket, akkor még hosszú távra terveznek, de amikor kértékelik, azt rövid távon értékelik ki. Van egy ilyen mondás, hogy az igazi pánikban csökkennek nagyon durván az időhorizontok, tehát én ide jönnék hozzád ügyfélként, és a kérdéseidre bemondanám, hogy hosszú távú befektető vagyok, de ha nem tudom, hogy mi történik a pénzemmel, akkor egy piaci pánikban nem, hogy nem hosszú távú lennék, hanem ott frissítgetnék, hogy akkor most egy óra múlva, most akkor miért ennyivel kevesebbet. Nem tudom, hogy ki mondta, hogy az időhorizontok nagyon durván be tudnak szűkülni, és olyankor van az, hogy a, az úgymond kemény nagy fiúkból hirtelen hát elég, elég gyáva emberek lesznek, akik hát definíciószerűen rosszkor dobják be a törölközőt olyankor. A legfontosabb szerintem az, hogy értsd, hogy mit miért csinálsz. Kisbefektetői szinten is jó lenne ezt valahogy, nem tudom, megvalósítani, elérni, támogatással, segítséggel, edukációval, bárhogy. Tehát aki tudja, hogy mi történik a pénzével és miért, az szerintem annak vannak hosszú távon jó esélyei bármilyen befektetéssel. Úgyhogy ha már maradunk itt a híreknél, meg az adatoknál, akkor tipikus kisbefektetői gondolkodásban ugye a befektetési tippek azok újságcikkekből, megérzésekből, benyomásokból, keletkeznek, esetleg abból, hogy ránéz a grafikorra, és akkor látja, hogy most ahhoz képest, hogy hol volt korábban, most lentebb vagy föntebb van, mind a kettő látok ugye a vételre, meg az eladásra is. Viszont amikor én megnézem azt, hogy te hogyan elemzel, ott viszont pont az ellenkezőjét látom, hogy itt azért olyan adatokhoz férsz hozzá, amikhez mondjuk az átlagemberek nem. Tehát egy olyan ember, akinek, akinek nincsen hozzáférése előfizetéshez, mély adatokhoz, precíz adatokhoz, egyáltalán szerinted képes-e precíz elemzéseket végezni. Hát ha úgy szól a kérdés, hogy az átlagember, akinek megvan a, a standard élete, tök más hivatása, az így hazaérve a munkából este el tud-e végezni egy minőségi részvényelemzést, amivel piacot fog verni, akkor nem. De nem csak az adatok hiánya miatt, hanem ez valami irgalmatlan időigényes tevékenység, Jó jön hozzá a több évtizedes tapasztalat, jól jön hozzá, hogy a piac alázatra tanított, tehát én nem mutattam volna be magamat például profiként, mert nem szeretem ezeket a szavakat ennél jóval jóval komolyabb alázatra tanított már eddig a, a részvénypiac. A rövid válasz, hogy szerintem nem, e, és még egy dologra kitérnék abból, amit feldobtál, hogy szerintem az nem működik, hogy olvasol egy cikket, és akkor gyorsan megveszed a részvényt, amit abba felvetettek. Az viszont már működik, hogy van egy saját gondolkodási keretrendszered, mondjuk egy, egy folyamat, amin végigviszel egy, egy befektetési ötletet, és adott egy ötletet, mondjuk az a, nem tudom, veled való beszélgetés, egy cikk, vagy bármi, és a saját rendszeremen végigfuttatom azt az ötletet, hogy figyelj, Dávid, neked ez megfelel, nem felel meg. És így lehet érdekes célpontokat találni, de nekem nagyon fontos, hogy legyen egy önálló vonalvezetésű, rendszerezett gondolkodás mögötte. Ahogy mi részvényeket keresünk, a mi alatt igazából a balkonmetodos hírleveles elemző csapatot értem, csak hogy érthető legyen, az egy nagyon struktúrált, nagyon rendszerezett szűrési jellemzési folyamat, több tízezer részvényre globálisan megnézzük, hogy mik felelnek meg azoknak a paramétereknek, amik minket érdekelnek. Egy nagyon shortlistet kapunk, tehát egy ilyen száz alatti részvényszámról beszélünk, ami minőségi növekedési tekintetben nekünk érdekes, és ezeket vetjük alá brutál mély jellemzésnek. tehát egy-egy ilyen cégnek az elemzésébe belemegy hát három-négy nap, és mondjuk alsó hangon ketten csinálják, plusz engem ne számítsunk egésznek, mert félig nyugdíjas vagyok, de hogy lényeg, hogy sokan csináljuk, sok napig, is sok idő, nagyon drága adatok, a nagyon drága alatta a bőven tizenezer dolláros éves nagyságrendű adat előfizetéseket értem. Kiszólásként itt hozzáteszem, hogy nem, nem én találtam fel a Economic Value edit és hasonló adatokat, mert nyilván beszólnak ezek miatt, ezek régóta létező adatok csak nagyon nem széles körben használtak, Magyarországon egyáltalán nem, de egyébként világszinten sem. És ö, amikor szakmai diskurzust folytatunk az intézményi adatszolgáltatóval, akkor időnként kiderül, hogy még, még számukra is érdekes felvetéseket tudunk tenni szakmai oldalon a saját adataikkal kapcsolatban. Tehát ez tök jó, hogy vannak ezek az adatok, de meg is kéne érteni, meg nagyon sokat kell vele dolgozni. Tehát az irreális, hogy valaki kitalálja magának, hogy ő ő egyébként így tanulás, meg minden nélkül részmunkaidőben majd, majd hihetetlen piacverő lesz, összejöhet rövid távon. Tehát az a jó a részvénypiacon, hogy bármi összejöhet, csak onnantól, ha elhiszed magadról, hogy ez nagyon király, és mondjuk indít az is egy alapot, melyenekre is láttunk példát, ritkán van ennek hosszú távon nagyon jó eredménye, ezt is látjuk sajnos. Az a tapasztalat, hogy ezek, ezek inkább akkor szoktak bejönni, hogyha valami nagyon szélsőséges forgatókönyvben sikerül, Tényleg. Amikor egyébként nem nehéz mellé nyúlni, amikor van egy ilyen COVID-szerű 2008, amikor tényleg nagyon beszakad a piac, és akkor ott valamilyen nagyon közismert egyébként egy ilyen olyan cég, mint a Facebookot vásárolni. Például, nekem több olyan ismerősöm is van, akik életükben nem vásároltak részvényt, de amikor a Facebook leharmadolódott, akkor akkor úgy gondolták, hogy hogy vesznek belőle, Üm, igazából anélkül, hogy bármiféle konkrét elvárásuk volt megfogalmazva. Itt, itt meg ugye bele lehet talál, találhatja magát abba a kellemetlenségbe, hogy van egy sikere, és utána ott elbízza magát, és majd a piac meg egy kicsit lefarag az arcából a következő években. Az abszolút általános érvényű tapasztalat, hogy az emberek, én úgy szoktam hívni őket, hogy a szomszédod a szomszédod szívesen átmegy, és elújságolja neked a nagy nyerőit, meg a tud-historiait. Csak ha véletlenül egyszerűen élethelyzetbe találod magad, hogy hát ez sajnos családban valósult meg, hogy az az ember, aki akinek a nagy nyerőiről tudsz, és már, már rosszul érzed magad miatta mondjuk életét veszti, és utána a hagyatékában meglátod a teljes részvény portfólióját, akkor látod, hogy ja, amiről nem beszélt, azok annyira nem voltak nagy nyerők, és most ezen most így én annyira nem tudok mosolyogni, mert ezt ugye megéltem, de, de hogy ez, ez egy általános érvényű tapasztalat, hogy rosszul tudod érezni magad azáltal, hogy mások mondják neked a nagy nyerőiket, miközben az összportfólió szintű teljesítményük simán lehet, hogy elmarad a, a tiédtől ezzel sincsen nyilván semmi gond. Innen jön az, hogy inner scorecard, tehát hogy saját, saját mérce kellene, hogy, hogy neked mi az elég jó, és mitől érzed jól magad, mindig fogsz találni egy olyan benchmarkot, egy olyan valakit, aki jobb nálad, nem tudom, gyorsabb maratont fut meg, pár tized százalékkal magasabb volt a befektetési teljesítménye, és ettől te rossznak érzed -e magad, vagy, vagy definiáltad-e magadnak, hogy, hogy neked mi az elég jó, te mitől, mitől vagy jó ez már mondjuk túlmutat a befektetési témakörön, de szerintem itt is bőven van relevanciája talán a ti hallgatóságotoknak is. Oké, hogyha a Magyarországon vagyunk, akkor az, az abszolút top idealizált befektetés az az ingatlan. Tehát, egyszerűen nem elkezdenék leszorítani az utcán embereket, akkor tízből valószínűleg öten hatan azt mondanák, hogy ha most megnyernék az ötöst, akkor csak ingatlanokat vennének belőle, és akkor ezt szépen kiadogatnák ez ugye hozzátartozik az is, hogy Magyarországon van az egész a legnagyobb arányban tulajdonlása az ingatlannak, meg az elmúlt pár évben azért tényleg egészen szépet ment a magyar ingatlanpiac. Kérdésem az, hogy te miért nem ingatlanba fektetsz? Van egy ilyen írásom az osztalékportfolio.com oldalon, hogy ingatlan vagy osztalékbefektetés. Szerintem érdemes elolvasni, tök ingyenes nyilván. Rövid válaszom az az, hogy amit szerintem a közelmúltban láttunk az ingatlanpiacon, annak a teljesítménynek a nagy részét az idézőjeles értékeltségi szorzónak a bővülése magyarázza. Tehát nem az ingatlanoknak a jövedelem képessége, úgymond valós gazdasági értékelet szerintem magasabb, hanem vastagabban árazottak, hogy így nagyon egyszerűen fogalmazzak. Én nem szeretnék, nem szeretek arra fogadni, hogy hogy még vastagabban árazottak lesznek el, és persze csinálja nyugodtan, aki, aki ezt szeretné. Én egy részvénynél sem erre fogadok, hanem általában a fundamentális teljesítményre, a cég jövedelemtermelő képességének a fejlődésére, a változására. Az ingatlannál ez, ez egy egyszerű sztori. Itt a, a Schwab brokerháznak az alapító vezetőjét kérdezte annó Tony Robbins egy interjúban, és, és, így kimutatott a Schwab az ablakon, és mondta, hogy látod ott azt az irodaházat, na az tíz év múlva is pont akkora lesz, vagy lebontják, egyedül a vállalatok tudnak a világon növekedni. És ez baromira igaz. Tehát az ingatlan által megtermelt pénz, általában mindenki ezt nézi, és itt meg kicsit belemegyek mégis abban, hogy mi van a blogpostba leírva, a te bérleti hozamodnak, ha ezt az egészet a te hozamodnak nézed, ez egy fals dolog. Ezt nem lehet összehasonlítani egy cég által kifizetett osztalékkal, mert a cég nem fizet ki mindent, ő már fenntartja magát, visszaforgat, és a visszaforgatott pénz egy részéből még növekszik is. Tehát lehet, hogy egy két százalék osztalékhozamot nyújtó részvény amúgy sokkal jobb befektetés, mint a te 5-6-8 százalékos látszathozamú ingatlanod, amit jó esetben még leadózol, jó esetben egyébként visszaforgatod a pénzt az állag megóvására, és egyébként nem növekedtél még a cég, még arra is visszaforgatott. Most egy ingatlant úgy technikailag növelni nehéz, de akkor mondjuk venned kell mellé még valamit, vagy kibővíteni, vagy valami plusz beruházást eszközölni, hogy még drágábban hasznosíthass. Mire ezzel minden számolsz, a történelem azt mutatja, hogy nem leszel előrébb, mint egy, egy jó minőségű vállalatnak a, a befektetője. Ennyi. És, és az állampapír? ami ugye most már Magyarországon egy, egy, extra népszerű, több mint egy millió embernek van most már számlája az államkincstárnál, állampapírhoz, vagy az aranyhoz mondjuk, így mi a viszonyod? Nekem is van számlám, és nekem is van állampapíron valamennyi, igazából ez néhány éve még nem volt így. Én azt gondolom, hogy bizonyos életkor fölött egy, egy indokolható lába a befektetési portfóliónak az hogy, az, hogy van kötvényed is engem nem zavar, hogy nekem mondjuk 40 éves korom előtt biztos, hogy nem volt kötvényem. Most nem tudom pontosan visszaszámolni, mikor vettem az elsőket. Szerintem a, a kötvény az nem a vagyonteremtésnek az eszköze, tehát államkötvényből nem szokás meggazdagodni hosszú távon, ezt vállalom, kivéve nyilván, a csődközeli államok államkötvényére spekulálsz és bejön, de az már nem az átlag magyar befektetőnek a, a sztoria. Tehát magyar államkötvényből szerintem hosszú távon nehéz lesz meggazdagodni. <kül> az aranyal az a problémám, hogy ha a hosszú távú karakterisztikáit nézed, akkor tudhat egy infláció fölötti hozamot, viszont nagyon hosszú évtizedes olyan, olyan időszakai vannak, amikor nagyon hinnet kell abba, hogy végül is jó abba is tartani valamennyit. Szintén itt a Nick Majulira tudok visszautalni az Avdalers and blognak a, szerintem egyébként szakmailag tök jó szerkesztőjére, aki klasszul levezeti, hogy annó miért volt aranya, és ma már miért nincsen. Most ha azt kérdeznéd, hogy nekem van-e aranyam, technikailag van valamennyi fizikai aranyam, és tök jó, de befektetési portfólió szintjén értelmezhetetlen, tehát hogy nem az van, hogy nekem x százalékom lenne aranyban. Az ingatlannal egyébként hasonlóan állok, van valamennyi, de, de portfólió szinten annyira nem kimutatható, és a ház, ami belakok, azt meg nem számolom ide, mert az az, én fejemben nem befektetés, még akkor se, hogyha nyilván az értéke az mondjuk eléggé kimutathatóan magas tud ma már lenni a záró kérdés, hogy így a befektetői gondolkodás vannak így a megismeréséhez. Általában a befektetők nem szeretnek foglalkozni a befektetéseikkel, nem, szeretik azt, hogy elemezgetni kell, nem szeretni azt, hogy követni kell a befektetéseket. Lehető legegyszerűbb megoldásokat szeretik. Szerintem részben egyébként ennek is köszönhető az Magyar Állampapírnak a sikere, meg, meg, részben ezért is tartanak annyira rettentően sok pénzt még mindig bankbetétben az emberek, mert hogy nagyon kedvelik, főleg Magyarországon az egyszerű megoldásokat, és hogy hát ehhez képest, amit te csinálsz, az, az ugye, ahogyan itt a szavaidban megfogalmaztad, hát, hát, ez ugye nem is egy embernek, hanem akár több embernek így a főállásával fölér, hogy miért, tehát hogy te miért foglalkozol ilyen mélységben egyáltalán részvény portfóliónak az elemzésével, miért egyedi részvényekből épített föl, és miért nem veszel bele csak egy indexbe. Nekem ez így alakult, így indult igazából, hogy én kerestem egy, egy olyan biztos idézőjeles biztos befektetési formát, ahol, ahol legalább a bevétel lábat, ezt nagyon divatos passzív bevételnek hívni, de hogy a passzív bevétel lábat azt, azt, lehetett valamennyire tervezni. Ez volt ugye az osztalék befektetés. Nem is tudtam annyit, hogy ezt meg lehetne elvalósítani LTF-ekkel. Szerintem akkor még nem volt célzottan erre irányuló LTF, és azért a, az első könyvben az osztalékból szabadonban le van írva az a KB öt lépéses rendszer, azt nem volt annyira bonyolult üzemeltetni, hogy vállalható osztalékos részvényeket lehessen kiválogatni. A mai rendszer az már más. Itt igazából intézményi minőségű adatok alapján elemzünk minőségi növekedési részvényeket. Ezt én ma egyedül nem üzemeltetném. Tehát nekem ez a jelenlegi élethelyzetemben többokból sem se férne bele. Tehát ez így nem lenne oké. Így, hogy van mögöttem egy e, csapat, így e, így nagyon örülök, hogy, hogy erre a döntés támogató rendszerre tudok támaszkodni a portfóliómnak az egyedi részvényes oldalán. De nem én vagyok az egyébként, aki úgy kell és fekszik, hogy egész nap részvényeket akar elemezni, és, és a portfólióját akarja monitorozni. Úgy szokták ezt mondani, hogy én nem a spreadsheetemben élek, tehát alapvetően én nem az vagyok, aki így az Excel-jét nézegeti egész nap, hogy akkor itt mi mennyi, meg hogy alakul, meg mennyire jön ki a nyugdíjas matek. Abszolút nem. A részvényekkel pedig szerintem az a, az a, nagy érdekesség, amit Buffett is elmondott többször, hogyha kibírod a szombat-vasárnapot anélkül, hogy az árfolyamukat nézegeted, akkor próbált ki a hétköznap is ugyanezt csinálni. Fundamentális adatok meg nem annyira jönnek ki, nem hogy nem annyira, nem jönnek ki a cégekkel kapcsolatban túl gyakran, és mondtam már az előbb, hogy még a negyedévesek sem annyira Pont ritkán van olyan negyedéves jelentés, amilyen bréker Tehát, amikor ott kiderül, hogy, ú itt, itt valamire nagyon rá kell néznünk. Úgyhogy nem én vagyok az, aki folyamatosan ilyen elemzési modelleket frissítget meg stresszel. Egyébként az elemzési modelleket frissítjük, frissíti a, a csapatban a Máté és Peti ö, kollégám, és mindig beszélünk is róluk, amikor van miről beszélni általában amikor tévedtünk, és vagy történik valami olyan a céggel, ami, ami újra beszélteti velünk, hogy akkor ott mi van. De ez nem napi szintű történet véletlenül sem, nem is lehet az. Super, köszi a válaszokat. Hát szerintem, szerintem amiket elmondtál, abból azért kirajzolódik az, hogy, 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 mik azok a különbségek, ahogyan Magyarországon nagyon sokan gondolkodnak pénzről, befektetésről, és hogy ez hogyan lehet egy kicsit bölcsebb, vagy egy kicsit más szemlélettel hozzáállni. Hát remélem, hogy a hallgatóknak is azért ez kifejezetten így érdekes. Úgyhogy ugorjunk is a következő blokkra a beszélgetésnek. Átadnám Zolinnak a szót. Igen, köszi szépen. Szóval többször utalsz a foglalkozásodra, és az érdekelne, hogy te hogyan fogalmaznád meg így konyhanyelven, hogy végül is most, hogy már alapvetően nem lenne muszáj dolgoznod, mégis csinálsz valamit szenvedéllyel, és hogy ez az értékadás, ez pontosan hogyan elképzelendő annak, aki nem érti, hogy mit csinálsz most? Alapvetően, amit most én vállalkozási keretek között csinálok, az elsődlegesen a, a Falcon Method című nemzetközi hírlevél szolgáltatás. Ez egy döntéstámogató információ forrás, én így szeretem hívni, és talán te is ezt mondtad itt a, felkonfrészen. Falcon Frészen. Ebben részfényelemzések vannak, és leírjuk, hogy, hogy mi az elemző csapat tagjaiként is miket csinálunk a nagyon szűk körülön vagy szűken kiválogatott minőségi növekedési részvény spektrumban. Én abban hiszek, hogy ezzel hosszú távon mértéket tudunk adni. Egyrészt a, a kiválasztott részvények teljesítménye által, másrészt azért, amit talán itt szintén az elején elmondtam, hogy a hosszú távú siker szempontjából az a fontos, hogy olyan helyen legyen a pénzed, ahol érted, hogy miért van, hiszel benne, és ki tudsz mellette tartani hosszú távon. És a körülbelül ezer fős előfizetői bázis azt igazolja vissza, hogy ők nyugodtabban alszanak ezzel a válogatott részvénykörrel, mint hogyha mondjuk egy indexet vettek volna meg. Tehát ők hasonló teljesítmény esetén is nyugodtabban alszanak ezzel, és gyorsan hozzáteszem, hogy ez nem azért van úgy, mert mi fenomenálisan válogatunk és nem nyúlunk mellé, de szerintem túl sokszor mellé nyúlunk, de az agregált teljesítmény az így is rendben van, plusz amikor mellé nyúlunk, legalább tudjuk, hogy milyen paramétereket kell követni, és be tudjuk látni azt, hogyha valahol hibáztunk. Úgyhogy nekem az az értékadás, hogy, hogy egy olyan vállalkozás mögött állok, és valamelyest nyilván dolgozok is benne, ami szerintem hasznos a, az embereknek, és ezt nem elsődlegesen csak pénzért csináljuk, és rajtunk túlmutató előnyei is vannak mondjuk azáltal, hogy támogatunk is vele alapítványokat és a többi, de ez már távolabb vezető kérdéskör. És szoktad magad impostornak érezni? Tehát arra gondolok, hogy rengeteg ember bízik a te tudásodban, konkrétan mondtad is, hogy megnyugszanak sokan attól, amilyen információkkal ellátod őket. Mennyire érzed azt, hogy túlbecsülik az olvasóid, meg követőid a tudásodat? Én szeretem magamat alacsonyabb polcra tenni, mint ahogy általában mások tesznek engem. Én ezt elmondtam az előbb is, hogy nem tartom magamat profinak, tévedhetetlennek, pláne nem tartom magam. Én azt mondtam, amikor 33 évesen megkértek, hogy álljak ki ezt tanítani, hogy szerintem nekem ezt nem kéne tanítani, hanem még tanulni kéne másoktól. Meg is kérdeztem a közgázos tanáraimat, hogy kitől tudnám én ezt még itthon tanulni. Úgy alakult, hogy szerintük senkitől, akikkel beszélnem kellett honi itthoni vagyonkezelők, velük tök jóba vagyok, de teljesen egyenrangú félként beszélgettünk. Columbia Business School-nak minden ide vágó elég sok milliós képzését végig ültem, végig csináltam. Ott a professzor a végén bevallotta, hogy ő igazából nem is fektet be, úgyhogy a kérdéseimnek a többségére nem annyira nagyon tud olyan mélységbe válaszolni. Tehát az elmélet az nagyon klassz, csak az a baj, hogy megtapasztaltam, hogy igen, én biztosan impostor vagyok, tehát lehetne ezt sokkal jobban érteni és csinálni, mint ahogy én tudom, csak valahogy nem jönnek szembe azok az emberek, akik azt mondják, hogy figyelj már, ha már mindenhol téged kérdezgetnek erről, akkor megtanítalak, hogy hogy kell jobban csinálni, pedig Isten bizony jó lenne. Úgyhogy nem, én nem tartom magam annyira jónak, meg tévedhetetlennek, csak nem kerülnek elő azok az emberek túl könnyen, akiktől még, még többet tudnék tanulni, úgymond. A piac a legjobb tanítómester, meg a legdrágább is, és igen, gázul érzem magam akkor, amikor idézőjelben ajánlunk egy részfényt, ami esik 40 ot utána, és ez a specialitásunk, tehát erre mondtam, hogy néhányszor azért így, így vannak ilyen, ilyen idézőjeles mellényúlások, amik hosszú távon még jól sülhetnek el, és igen, ott a csapattal gyötörjük, kínozzuk egymást, hogy ebből mit lehetne tanulni. Sokszor lehet belőle tanulni, sokszor meg ilyen a piac, tehát meg tud ez történni. Ha már a Facebookot hoztad példaként, a Metát, akkor mi azt nem a mélyponton kezdtük el venni, viszont kb. végigvettük a mélypontig esését, és köszönjük szépen ma a kialakult átlagárunkról, már sokszor osztunk azzal a részvényel, és tök jó. De a kirakatba lehetett minket tenni, hogy mekkora hülyék, hogy megvették már ott. Onnan is kijött egy tök jó előretekintő hozampotenciál, senki nem látta bele azt, ami utána történhet, következik. És igen, ilyenkor tudom magam rosszul érezni. Egyébként szintén a Nick Majul írta, csak hogy promózzam, semmi közöm hozzá, de az Avdalers and Data blogon írt is egy ilyet, hogy, hogy milyen egzisztenciális szorongás, vagy milyen egzisztenciális ilyen nem igazán tudod magadat hova tenni érzés, a velejárója az egyedi részvény válogatásnak. Simán lehet egy hosszú távú periódusod, amikor nagyon nem, nem adja ki a matek, és megkérdőjelezett, hogy egyáltalán neked van-e itt keresni valód, utána meg nem tudom, sztárra ünnepelnek, mert éppen, éppen úgy alakult, hogy összejött. Én nem szeretnék sztár se lenni, de nem szeretném ellásni sem magam, én azt gondolom, hogy egy ilyen igazi őszinte, beletett munkával és, és tudással, tapasztalattal csináljuk azt, amihez azt gondolom, hogy értünk. Előretekintő eredményeket nyilván nem tudunk ígérni, mint senki, aki ezt korrektül csinálja, azt tudjuk ígérni, hogy mindig oda van téve minden információ részletese, hogy mi miért csinálunk ezzel, lehet egyet érteni, lehet egyet nem érteni, és mindenki meghozza a saját felelős döntéseit. Én egy ilyen üzleti modell mögött állva, jól érzem magam. Az nem lenne igaz, hogy az aktuális befektetési teljesítményünktől függetlenül mindig jól érzem magam, mert, mert igen, ez, ez, azért tud egy érzelmi hullámvasutat hozni, és tök jó lenne, ha kiderülne, hogy imposztor vagyok, de úgy derül neki, hogy valaki leül mellém, és azt mondja, hogy figyelme, öcsém, ezeket így kellene jobban csinálni. Ez a valaki, ez nem, nem annyira jött még el. Én anno Amerikába jelentkeztem egy 5-6 helyre, öt hat olyan sztárbefektető mellé, akik mellett szívesen dolgoztam volna, akkor még nem volt Falcon hírlevél. Néhányukkal nagyon szoros levelezés, szakmai egyeztetés az, az elindult, több okból nem vettek föl dolgozni, és ez nem is biztos, hogy baj ennek valamiért így kellett lennie. Um, van egy blog bejegyzésed, ahol azt írod, hogy olyan színvonalú e-mailek kezdtek napról napra befutni, melyek hatására átgondoltam, hogy akarom -e én ezt az egészet csinálni és az a kérdésem, hogy általában, amikor ilyen negatív reakciók érkeznek feléd a munkásságoddal kapcsolatban, azt hogyan hogy kezeled, és milyennek ezek a negatív reakciók? Hát ez ma is igaz, akkor mondok igazából egy nagyon közelmúltbeli példát, csak hogy még, még, még inkább levegyem magamat a magas polcról. Nekem édesapám tavaly halt meg, tehát egy ilyen kicsit több, mint egy éve, és most egy legutóbb megjelent podcast beszélgetés alatt. Nem szoktam kommenteket olvasni, és vissza is fogok nyergelni erre a jó szokásomra, hogy nem nézem meg, hogy mik vannak a videó alatt. Ott jött egy beszólás, hogy mindenemet az apámtól örököltem, és a többi, és a többi. Most azt hagyjuk, hogy ez már időrendben se jönnek ide de úgy, úgy mégis megérintett ez a dolog, valószínűleg lezáratlan családi okok miatt. Nem kezelem túl jól, őszintén megmondom. Az e-maileket már a többnyire nem én válaszolom meg. A szakmaiakat a szakmai stáb. ha olyan kérdés van, ami hozzám is nagyon kapcsolódik, akkor nyilván én is látom, és, és én kezelem. De én egyet hátrébb léptem, és ez egyébként nekem nekem így nagyon oké. Okay. Én a szakmai munkát szeretem koordinálni, kontrollálni, én elismerem, amikor tévedünk. Egyébként azt vettem észre, hogy az ilyen jellegű e-maileket, amikre utaltál, vagy amikről akkor írhattam, az esetek többségében olyan emberek írják, akik. Hát olyan túl sok mindent nem is nagyon feltétlenül akarnak kezdeni magukkal, meg a saját életükkel, csak sokkal egyszerűbb egy kommentet vagy egy e-mailt oda dobni. Próbálom ezeket az észrevételeket, meg, meg ezeket a kommenteket mindennek megfelelően kezelni. Odaig eljutni, hogy azt mond többször, hogy alsó polcra teszem magam, szerintem abban benne vannak ezek a magas polcra is tettem, és rá kellett jönnöm, hogy alsó polcra kellene tennem inkább. Szóval mik voltak ezek a pillanatok az életedben, amikor érezted, hogy ez hogy túl magas polcon vagyok. Nagyon volt ilyen, én inkább ennek a under, under promise over delivernek a híve vagyok, tehát hogy ne ígérjen nagyot és lepj meg fölfelé. Tehát ez nekem sokkal jobban bejön, mint az, hogy kiállok és azt mondom, hogy én vagyok itt a befektetési atya úristen, és utána meg nyilván nem vagyok. Én, én abban hiszek igazából, nekem a sportba is az jött le, hogy Tudtam, hogy én mit tudok, nagyjából sejtettem, hogy az mire lesz elég, de én nem, nem éreztem, hogy nekem ezzel pluszba vagy minuszba kellene magamat pozícionálnom. A sport egyébként nagyon sokat tett hozzá a, a dolgokhoz. Ha a Falcon Metodnak lenne részvénye, megvennéd? Igen. Egy... És miért Falcon? Falcon az a családnevem miatt lett annó a, a neve. A sztori az az, hogy egy ilyen marketing tanácsadó. Ön a srác bemondta egyszer, hogy ne írjak könyvet így osztalékbefektetésről Amazonra, mert rengeteg van, hanem hívjuk mondjuk Falcon metodnak, és ez ilyen tök hülyeségnek tűnt nekem, és nem is írtam akkor még könyvet, meg kírlevelem se volt, de később beakadtam, amikor brendet kéne találni, hogy miért ne legyen ez, plusz olvastam valahol ezt, hogy aki a felvállalja a nevét egy, egy márka mögött, az azért így a saját nevével játszik, úgyhogy onnantól fogva baromira nem mindegy, hogy mit csinál, és annak megfelelően is áll hozzá, és én ennek megfelelően is állok hozzá, igen. Szóval a család névből lett a, a brand név alapvetően. Van egy nagyon jó táblázatod, nem a te szüleményed, de sokszor utalsz rá, ez a folyamat és a, az eredménynek a mátrixa. Tudsz egyet mondani az életedből, ami a vak szerencse, a megérdemelt siker, a bal szerencse, meg a megérdemelt kutarc? Aha, hát erre jó lenne, ha felkészültem volna, de vak szerencse az lehet olyan, amit, amit mondjuk egy, egy cikk alapján megvettem egy részvényt, és az, az tök jól összejött. Szerintem annó, amikor nem értettem még a business development company-nek az elemzését, ez egy külön részvény kategória mondjuk, hogy sikerült belenyúlnom olyanokba, ami, ami, azért tök jól sült el, mondjuk legyen a Main Street Company a példa, tehát legyen az a hülyék szerencséje. Megérdemelt sikerre ott azt gondolom, hogy elég sok példát tudok mondani, mert ott azért a, a, jó folyamat mentén jó eredmény az, az szerintem magáért beszél. Most egy BlackRock, egy Apple vásárlás, mondtam kettőt tök, mindegy, ebből lenne sok. Jó folyamat és mégis rossz eredmény, tehát bal Ha rövid távon nézed, akkor szerintem a Simon Property Group meg a Tanger-nek a és Tanger ez két ingatlanos cég, ráadásul majdnem szektortársak. Szerintem jó folyamat vezetett a döntéshez, de mondjuk senki nem látta, hogy a Covid-ba be kell zárni az összes plázájukat meg minden, és ott nyilván osztalékot se fizettek. Hosszú távon szerintem egyébként mind a két cég nagyon rendben lesz, és nem volt rossz ötlet mondjuk a Simon-t szanaszét venni a Covid-ban, ahogy azt tettük a Falcon csapattal és a hírleveles táborral megérdemelt kudarc, ahol rossz folyamat vezetett valamihez, és, és, be is néztem. Igazából ahol már folyamat mentén gondolkodtam, ott ott mindig az aktuális a legjobb tudásom mentén ment a folyamat, tehát ilyet nem annyira, nem annyira tudok mondani. Most az, hogy az aktuális legjobb tudásom az azóta változott, az, az meg szerintem teljesen természetes. Úgy tudom, hogy a portfóliótervedet a száz éves korodig megcsináltad. Szerinted olyan az életviteled, ami egyébként támogatja ezt a longevity dolgot? Hogy száz éves is legyél akár? Hát ez úgy néz ki, hogy én száz éves életkorig kihúztam azt a magát számolgató táblázatot, hogy milyen reálhozam mellett nekem mennyi pénzem lenne x költés mellett. Nyilván mindent inflációval indexeltem, és a többi. És megnyugtató, hogy ki tud jönni a matek, hogyha vállalhatóan költök, és a reálhozamok vállalhatóan alakulnak. De hogy az életvitelemre vonatkozóan válaszoljak, hát én elég sportos és aktív életet élek, ezt támogatja a magyar kutyám is. Minden szempontból, és van egy olyan célom, amire. Hát ezt még eddig sehol nem mondtam el szerintem, de amikor én az Ironman Barcelonát csináltam 2018-ban, ott indokolatlanul elmentem a diát a Dóra a végén, mert nyilván nem voltam érintett a teljesítményem által, de nagyon-nagyon megfogott, hogy ott volt 80 pluszos férfi dobogó. Ez úgy nézett ki, hogy aki 80 pluszos férfiként végig tudta csinálni azt a versenyt szint időn belül, az mind dobogós lett és kvalifikálta magát ezáltal a havai világbajnokságra, ha jól tudom. És az akkori párom nem értette, hogy mit keresünk ott, de én most úgy gondolom, hogy én azt kerestem ott, hogy beleégett a, a fejemben ez, hogy 80 pluszos iron Man dobogó, és van egy ilyen. Hát eddig nem volt megfogalmazott célom, de akkor nálatok kimondjam, csak, hogy majd szembesíteni lehessen vele, vagy kimondom. Tök jó lenne úgy élni, hogy nekem 80 pluszosan legyen esélyem egy Ironman-t teljesíteni, ezzel mondjuk egy havajra kvalifikálni. De mondom, ez egy olyan hosszú távú cél, hogy az első lépés az, hogy egyáltalán éljek 80 éves koromig, a másik meg, hogy akkor, akkor rendelkezzek még olyan állóképességgel, napi szinten ez annyiban foglalkoztat, hogy igen, föl kéne ülni a bringára, igen, kéne futni, kéne csinálni dolgokat, tehát az nem működik, hogy 79 éves koromig nem csinálok semmit, és majd akkor felgyúrom magam vissza menni. Én, én, szeretnék standarden egy, egy ilyen egészséges, mozgalmas, aktív életvitelt élni, és ez amúgy passzol is a, a befektetéses sztorihoz, tehát ad egy ilyen balanszt az életemnek, hogy minimum annyi időt szeretnék kint és mozgással tölteni, mint amennyit mondjuk a gép előtt kell. 33 évesen elérted a gyerekkori álmodat, amit megfogalmaztál még nagyon-nagyon fiatalon, hogy majd a hozamaiból élje a vagyonodnak. Utána mi vált fontossá neked, hogyha már a pénz kevésbé volt? Hát az, hogy nagyon unatkoztam. Tehát igazából ott ugye elmentem nyugdíjba két hétre, az, az tényleg bal lépés volt, és engem ott kezdtek a barátaim, ismerőseim arra ösztökélni, hogy de mi lenne, ha tanítanék, vagy, vagy könyvet írnék, vagy valami lenne. És hát ez organikusan fejlődött, tehát nem az volt, hogy én otthon ülve kitaláltam, hogy majd itt micsoda vállalkozás lesz öt évben belül, hanem ez egy ilyen dement pool dolog volt, tehát mindig a kereslet szülte azt, hogy mi legyen a következő, amit én csinálok. És én azt élveztem, hogy amit mondok és amit csinálok arra úgy tűnik, hogy van fogadó készség a, a túloldalon, és mintha tudnék segíteni, mintha hasznos értékes dolgokat tudnék átadni, és teljesen önző... Okból csináltam tovább, mert ez így jó érzés volt. Pénzügyileg olyan sokat nem tett hozzá leinte, és nem is ez volt a, a fő cél, hanem az, hogy, hogy csináljak valamit, amitől hasznosnak, értékesnek, meg, meg jól érzem magam, és így indult ez az egész. Szerinted van értelme annak az életnek, ahol nem fekteted be a pénzed azon részét, amit a, a nem a megélhetésre kell költened? Nem, nem fekteted be, és hogy értelmes-e az az élet, ahol ezt csinálod? Nézd, ha olyan dologgal foglalkozol napi szinten, amit mind halálig tervezel csinálni, és tök jól megjelz belőle, és a fennmaradó részt azt, hát a nem fekteted be alatt, ha azt érted, hogy otthon nézem egy fiókba, készpénzbe, akkor annak nincs értelme. Ha azt érted ez alatt, hogy a, a lakókörnyezetemet, a közösségemet jobbá teszem azáltal, hogy nem tudom, őket támogatom, játszóteret, iskolát, akármit építek a falumban, akármi, akkor van értelme, mert jobban érzem magam tőle. Én egyébként egy ilyen kiegyensúlyozott pénzügyi életben hiszek. Én nem hiszem azt, hogy mindent be kéne fektetni, és olyan, sokat, olyan sok hozamot termelek vele, hogy majd életem végén odaadják azt a sok pénzt valakinek jótékonyságra, és tök jó. Szerintem jótékonyságra most is kell adni, ezt pont a Bill Perkins is írja a David zero -ban. Önző dolog a halálodig várni azzal, hogy jótékonykodj azzal, amit te már úgyse használnál. Hát én abban hiszek, hogy nekem van egy nagyon komoly befektetési lábam, nyilván, viszont minden befolyó összegnek az előre meghatározott százalék az nálam, nálunk a vállalkozásokban is egyértelműen jótékonyságra megy. Szervezet keretek között, tehát nekem ez egyelőre nem nagyon tudott az életem része lenni, hogy én disponáljak személyesen a fölött az összeg fölött, és én keressem meg, hogy kivel, hogy tehetnék a legjobbat hát ez még egy félállás lenne valószínű, hogy ezt jól csináljam, és az a fél mápon nem fér bele most az életembe. Piszta Ivovisz az alapítvány... jutás, vagy valami ilyesmi? Aha, az amerikai céggel a Charity Water nevű alapítványt támogatjuk, tolvastam az alapítónak a könyvét is, megbeszélgettem velük jó sokat. Én úgy gondolom, hogy ott jó helyen van a pénz a magyar vállalkozással, ami sajnos, mm. de hát ez ilyen piaci történet, ez sokkal kisebb, itt, itt a bátortábort szoktuk támogatni, velük alakult ki egy olyan együttműködés, ami ilyen zöggenőmentes, és nekem ez fontos, hogy, hogy aránylag zöggenőmentesen, de szerintem jó helyre kerüljön a pénz, úgyhogy ez a szervezet keretes része. Nem sok kérdésre van már időnk, de még talán kettő beleférhet. Az egyik, hogyha te lennél az oktatási miniszter, várjál, újra kezdem, mert ez nem lesz jó, már nincs is ilyen pozíció. Nem. Hogyha te most holnaptól korlátlan hatalmat kapnál arra, hogy megreformáld a hazai oktatási rendszert, akkor mit tennél? visszafogottan szeretek nyilatkozni olyan témában, amihez nem értek. Tehát nem én vagyok itt a, az oktatási rendszer megreformálója. Én azt sérelmezem, és szerintem nem oké, okay, hogy mondjuk egy 18 éves, talán még gyerek, vagy félig felnőtt az úgy jön ki az iskolákból, hogy semmit nem tud a pénzről és itt nem pénzügytanra gondolok, hanem, a nem mindennapi pénzügyi dolgokról, azért nem tud semmit, mert amúgy a tanára is se tudnak róla semmit, bevallottan. Ezen azért szerintem nagyon indokolt lenne változtatni, nem kellene profi befektetővé képezni az embereket, de menthetetlenül lesznek pénzügyei már egy 20 éves embernek, és tök jó lenne, a tisztában lenne azzal, hogy mondjuk adóhatékonyan, költséghatékonyan, szakértelem hiányában hova lehet az esetlegesen megtakarított pénzeket tenni, és jó lenne, ha az esetlegesen szót zárójelbe is lehetne tenni, mert mondjuk elültetődne a fejekbe, hogy azért jó az, hogyha minimum biztonsági tartalékunk van, de hosszú távon meg mást is el lehetne érni. Én nem nagyon értek semmi máshoz, kiskori kattanásom ez, hogy pénzzel foglalkozom, én sokkal előrébb lennék, ha az iskolába legalább próbáltak volna ezzel kapcsolatban valamit tanítani, ezen változtatnék, de nincs a kezemben a bölcsek köve, hogy ezt hogy kéne jól csinálni, nem is szeretnék ebbe a szerepe tetszelegni. Jó lenne legalább jó irányba elmozdulni ebben a témában. Ha azóta van ilyen elmozdulás, akkor akkor nem tudom, nem, nem követem közelről. Oké, okay, hogyha megismétlődne holnap a 2008 os gazdasági válság, akkor te hogy viselkednél? Ilyenkor könnyű bemondani, hogy bátran. Uh, nyilván, amikor megtörténik, akkor, akkor más a szitu. Ketté választanám a kérdést. Vállalkozóként nagyon rosszul érezném magam, mert elöntene az ezer e-mail, hogy most akkor vége a világnak, és ugye olyankor derül ki az, hogy olyanoknak is van részvénye, akinek nem biztos, hogy olyan sok pénzt kellett volna részvénybe tartani, mert ugye nincs összhangban a, a megértésük azzal, amennyi, amennyit a vagyonukból oda helyeztek ki. Magánbefektetőként egyébként nagyon jól érezném magam, mert én még nettó megtakarító és nettó befektető vagyok ennyi idősen is, és úgy gondolnám, hogy kaptam egy utolsó tök nagy esélyt arra, hogy a jelenlegi mondjuk kötvény arányomat azt át tudjam tenni részvénybe, tehát én bevállalnám 42 évesen a 100% részvény arányt újra, gond nélkül, ha a piac lehetőséget adna rá. A hírlevélben a Falkonban is Szerintem nagyon klassz cégeket, nagyon jó értékeltség mellett tudnánk ajánlani hosszú távra, hogy maradna-e ügyfelünk, tehát hogy, hogy van-e elég ember, aki a költségeit finanszírozza ennek a vállalkozásnak előfizetőként, és életben tudná maradni a falkon, hát azt majd megmutatja a jövő. Magánbefektetőként nagyon jól érezném magam vállalkozóként, meg szerintem erősen izzadnék, hogy hogy tudjuk a legjobbat nyújtani az embereknek úgy, hogy hogy itt ők hosszú távon jól jöjjenek ki ebből a sztoriból, mert a válságból általában hosszú távon jól lehet kijönni, hogyha a hideg fejjel gondolkodik valaki. Utolsó kérdésre van már csak idő. Ha nagyon sokszor írod, hogy rendszeresen meditálsz, és ellátogatsz időként keletre is, milyen szerepet tölt be a meditálás meg a keleti vallások az életedben? Nem vagyok vallásos a szónak a nagyon szoros értelmében, szoktak rajtam nevetgélni, mert van otthon egy nagy bronz buddha szobrom, a dolgozó szobámban meg egy nagy bronz és a szobor, és szokták mondani, akik nem értenek hozzá, hogy olyan ez, mint egy ilyen nagy állatkert, hogy itt ezt már minden vallásnak mindene van. A meditáció segít magamra hangolódni, vagy nem is csak magamra, csak ez egy eléggé messze vezető dolog lenne. Segít jobban rendben lenni magammal is, és szerintem jobb minőségű döntéseket hozni, de ez az nem azt jelenti, hogy most én leülök, vagy lefekszek meditálni, és utána megmondom neked a nyerő részvényt, tehát baromira nem erről szól kiegyensúlyozottsághoz és, és az egészséges élethez nagyon sokat tesz hozzá. Kelletre ritkán látogatok, de azt már mondtam, vagy hát szóba került érintőlegesen, hogy néhány családi esemény miatt is eléggé kizökkent az életem a szokásos kerékvágásból, úgyhogy tényleg elmentem Ázsiába egy hat hétre vagy két hónapra, nem emlékszem, évelején, és ott bevonultam a dzsungel közepére egy ilyen vipasszana elvonulásra, erről is írtam egyébként blogot, nem emlékszem, hogy hány óra csend, valami ilyesmi a címe, mert átkonvertáltam órába, hogy hány órát nem lehetett beszélni, és folyamatosan meditálni kellett. Nagyon-nagyon érdekes megtapasztalásokra vezet ez. Nem mondom, hogy mindenkinek ajánlanám, mert ez nem egy kellemes élmény, tehát ez nem egy ilyen wellness hotel, ami az önmagad kényeztetéséről szól, viszont azt gondolom, hogy aki kijön onnan, az, az egy más ember. Ez olyan, mint az Iron Man, hogy nem annyira nagy öröm, miközben csinálod, mert hazudik, aki azt mondja, hogy az, viszont több lettem azáltal, hogy azon a kalandon is átmentem, és azt gondolom, hogy több lettem azáltal, hogy mondjuk ezt a vipasszanás dolgot is bevállaltam, és a meditáció az napjaim része általában, hát napi kettőt kötőjel hármat szoktam csinálni, úgyhogy lefordíthatod, hogy erre mondjuk napi bőven több, mint egy órám elmegy meg még sportolok is, meg kutyám is van, úgyhogy már nem is kell a napnak túl sok plusz részét beosztani. Nekem ez az integráns részét képezi az életemnek. Ha valaki még nem próbált, akkor biztatom arra, hogy valamit kezdjen ezzel a területtel, de nem én vagyok a szakértője. Dávid, nagyon köszönjük, hogy eljöttél. A van benned bármilyen záró akarat? Szerintem de még nagyon sok lenne, de valahol rakjunk pontot, és szerintem ez egy kiváló szerintem zárás. Szerintem is egy kiváló zárás. A nézők, igen. Egyetlen egy e dolgot, azért, igen, igen, azt viszont ne felejtsük el mondani a nézőknek, hogy Dávidnak megjelent a könyve, túl az osztalékon, és berakunk egy linket a leírásba. Ez a kiadónak a linkje. Hogyha valaki de kattint és beírja a kedvezménykódot, hogy investor akkor ezt a könyvet ráadásul még kedvezménnyel és 10% kedvezménnyel tudja megvásárolni. Sőt, nem csak ezt a könyvet, hanem igazából bármit a kiadónak a kínálatából. Így van, én már félig elolvastam, csak ajánlani tudom, úgyhogy érdemes a kód használata nélkül is akár megvásárolni. Köszönjük szépen. Egyébként szerintem azért nagyon jó a könyv, mert, mert nem, nem, csak akkor érdemes elolvasni, hogyha valaki ezt legelejétől a legvégéig. Én nekem még nem volt időm, hogy elolvassam, de viszont több fejezetet elolvastam belőle, és ez pont egy olyan könyv, hogy igazából, hogyha leül az ember, elolvas egy 5-6 oldalas fejezetet, akkor is úgy érzi, hogy valami kis többet kapott, és igazából ezt megteheti bármikor. Reggel, délben, este, efekvés előtt csak belelapoz, össze-vissza is lehet benne ugrálni. Nyilván biztos hasznosabb, hogyha egy, egy évet befut, de szerintem önmagában az is érdekes, hogyha csak egy-egy ilyen kis epizódot olvas el belőle valaki. Ha valaki úgy érzi, hogy csak egy hasznos gondolatot is kapott ebben az adásban, akkor kérjük, hogy iratkozzon fel a csatornára, továbbra is lehet kérdezni tőlünk a komment szekcióban, ezeket el fogjuk olvasni, és igyekszünk válaszolni is rá. Mindenkinek köszönjük a figyelmét a viszontlátásra, a viszonthallásra. A viszontlátásra. Köszönöm a meghívást, sziasztok! A... Ez volt a Pénzbeszél, az Investmentor podcastje. Ha tetszett, iratkozzon fel ön is, hogy ne maradjon le a legújabb felvételekről.